jó koncert volt, fantasztikus hangulat volt egyébként, de hogy ezért készülünk ennyit, hogy jó legyen. Aztán, hogyha jó hangulat van, azt nem mi csináljuk, mi csak illusztrálunk a hangulatot, mindig a közönség csinálja. Tehát van ennek valami különös csodája ennek, hogy, hogy az emberek, legalább azok, akik itt vannak, minimum alsó hangon elfogadtak engem, vagy elfogadnak minket, vagy elfogadják ezt a formailag állandóan változó, tartalmilag pedig állandó produkciót. Tehát, hogy miért voltak ennyien, vagy aki itt van, és ezt szereti, az miért szereti, azt én nem tudom igazából megmondani. Szeretném, hogyha annak szerepe lenne ebben a szeretetben, hogy ez egy személyes dolog. Tehát én arról írok, ami engem foglalkoztat, ami engem valóban érdekel, és nem azt kutatom, hogy mire kíváncsi a közönség, hanem arról szeretnék beszélni, ami engem foglalkoztat. És hogyha ilyen értelemben az én oldalamon ez személyes, akkor talán a közönség is talál benne saját magára értelmezhető, tehát személyes mozzanatokat. Úgyhogy remélem, hogy ez is az okok között van, de hogy igazából mi azok, azt ők tudnák megmondani, én nem. 2084-es lemezeden visszatérsz a régi szintipopos hangzáshoz. Miért döntöttél úgy, hogy ezt újra előveszed, ezt a fajta hangzásvilágot? Ja, annak idején 25 esztendővel ezelőtt, tehát csak nem negyed századdal ezelőtt kezdtem el zenélni, a vonal az a Banzai Front embereként, alapítójaként. És jól esett visszanyúlni ezekhez a régi hangzásokhoz, eszközrendszerhez. 2010-ben megjelent egy lemezem, az volt a címe, hogy a Katona imája, és ezen volt egy dal, főleg régen, az volt a címe, és ezt az interneten található okos véleményekből olloztam össze ilyen kommentelők kommentjeiből, akik mindig elmondják minden új lemez kapcsán, nem csak az én új lemezem kapcsán, mások új lemezei kapcsán is, de az enyém kapcsán mi sűrűn, hogy ez nem az igazi, mert ez régen volt jó, de persze régen sem volt annyira jó, stb. Hát régen minden jobb volt természetesen, meg 360 volt a kenyér, meg mi egyéb. De a lényeg az, hogy ez egy tulajdonképpen ennek az internetes okoskodásnak egy paródia dala volt, és miután régen minden jobb volt, ezért elővettem a régi hangszereket ehhez a dalhoz. És az bár alapvetően egy gitáros vagy gitárcentrikus lemez volt, volt rajta egy ilyen szintis nóta, és ahogy bütykölgettem a régi hangszerekkel, tényleg leporoltam egy pár régi hardvert, azt éreztem, hogy átjár ez a, hát szégyen nem szégyen, a nosztalgia érzése, és akkor gondoltam először arra, hogy talán egy egész lemezt fogok ennek a hangzásnak szentelni, és ebből lett a 2084 két évvel később. A szabadtéri koncertek évekig nem voltak jellemzőek a te munkásságodra. Aztán idén most beindul egy turné, amelynek a gerincét inkább szabadtéri koncertek teszik. Ehhez azért elég komoly technikai háttér is szükséges. Ezt hogyan tudod biztosítani, és miért döntöttél úgy, hogy szabadtéri koncerteket is ismét válasz? Hát sokszor játszottunk szabadtéren korábban is. Inkább azt mondanám, hogy a koncertezés műfaja jelentősen megváltozott. Ahogy a lemezkiadást jószerével tönkretette a torrentezés gyakorlata, mint olyan, tulajdonképpen a koncertezés műfajára hasonló hatással van a fesztiválok térnyerése, és kialakult egy úgynevezett fesztiválközönség, akik nem feltétlenül egy előadó miatt mennek egy koncertre, egy önálló előadást talán meg sem néznének, hanem elmennek egy fesztiválra, és ott megnézik, hogy az éppen adódó kínálatból mi az, amit szívesen megnéznének. Tehát amikor én fiatal voltam, vagy olyan korban voltam, mint a mostani fesztiválozók, akkor abban az esetben mentünk egy koncertre, ha kíváncsiak voltunk arra az előadóra. Akkor még nem voltak ilyen tömegrendezvények. Most pedig azzal kell számolni, hogy a közönség nagy része nem kifejezetten egy bizonyos produkció miatt jön, hanem például a Békés Csabai Fesztiválra jön, és aztán ez itt a kínálatból szemezget. Tehát jószerűen ez nem az én döntésem, hanem a körülmények áldozataként állok itt. Nagyon szívesen játszom ott, ahol ezt a műszaki tartalmat meg tudjuk jeleníteni. A mi előadásunknak mindig is fontos eleme volt az, hogy milyen körülmények között, milyen hangzással, milyen látványvilággal koncertezünk. Ez mondjuk integráns része a produkciónak, tehát az egész hatásmechanizmus ez hozzá tartozik. A rock and roll ez egy technikai sport, tehát nyilván olyan helyszínen jó játszani, ahol van erre szándék és anyagi erő is, mondjuk ki, hogy ez egy ilyen színvonalú produkció meg tudjon jelenni. Évtizedek óta próbálják már Vajdaságban megszervezni a koncertet, én is egy pár ilyen csoporthoz hozzátartoztam. Van erre a véleményed szerint esély arra, hogy Vajdaságban elgyere, és ez
mit jelentene számodra, illetve mi számunkra is? Hát nézd, az, hogy én nekem a határokon kívülre szorult magyarokkal kapcsolatom van, az nem titok. Erdélybe többször is játszottam, magam is erdélyi származék vagyok. Számomra soha nem volt kérdés az, hogy ez egy nemzet, stb., hogy így, ha véletlenül összejönne egy vajdasági koncert, én nagyon örülnék, mert hogy nem játszottam még soha vajdaságban, és nagyjából sejtem, hogy ott milyen a magyarok helyzete, tehát örülnék, ha ez összejönne, de ez nem egyszerűen csak az én szándékaimon múlik, hanem azon múlik, hogy ez egy drága produkció. Tehát most ugye mindig mondják, hogy és akkor mennyit lehetne a feléből engedni, meg nem tudsz-e unplugged-dal jönni, nem tudom. Én nem akarok leértékelt bulival menni a vajdaságba. Én ezt szeretném odavinni, amit most itt Békés Csabán felállítottunk. De ez sok pénzbe kerül. Azt is értem, hogy a vajdasági realitások esetleg nem engedik meg egy ilyen költséges produkció. Most nem az én gázsimról van, hanem arról, hogy itt 70 ember dolgozik és épít két napig, hogy ez a színpad álljon, ki kell bérelni ezeket a felszereléseket. Itt elég komoly pénzek mozdulnak meg. Tehát még egyszer mondom, én a saját úgynevezett tiszteletdíjamról szívesen lemondok, ha létrejött egy vajdasági koncert, mert én ingyen is szívesen játszom, nem ez lenne az első alkalom, de a többire elő kell teremteni a zsozsót, mert ebbe a tetű világba a zsozsóról szól minden. Tehát nem akarok kicsit unplug, kicsit ilyen-olyan leértékelt buliba menni, teljes értékűt szeretnék odavinni. Ehhez meg pénzeknek kell megmozdulni, egy helyi érdekeltségű szervezőnek azt kell mondania, hogy számára az fontos ez annyira, hogy megpróbálja ezt a kockázatot vállalni.